Sziasztok, Veronika vagyok, üdv a csatornámon. Ma egy szörnyű gyerekgyilkosságról fogok nektek beszámolni. A résztvevő nevezzük az anyának, ő Nikola Priest, 23 éves TikTok felhasználó, a szeretője Callum Redfern, aki 22 éves, és a kislány Kelly aki csak 3 éves volt. Nikola Priest TikTok videókat készített, amiben a lányát használta a megtekintések növelésére. Az anyuka táncolt, és a kislányát is erre kényszerítette. Úgy rángatta őt, mint egy babát, mint egy próbababát. Látszott, hogy erőszakkal kényszeríti a kislányt, hogy táncoljon, hogy úgy csinálja, mint aki élvezi ezeket a videókat. Alig néhány héttel azelőtt, hogy a kislányt kélét egy reggel holtan találták a hálószobájában. Egy másik videóban, amelyet egy hónappal a halála előtt tettek közzé, Priest megragadja a kislány fejét, és jobbra-balra ütlegeli, mielőtt a kislány rájön, hogy ezt kell csinálni, és elkezdi másolni ezt a mozdulatsot, az anya pedig hátul, ugye a háttérben táncol. Kelly G. csak ugye bólogat a fejével, és csinálja azt, amit az anyja előtte szó szerint belévett. Kelly G. utolsó pillanatait a házban lévő kamerák rögzítették. A kamerák azt mutatják, hogy a rózsaszínbe öltözött kislány folyamatosan keresi az anyja Nikola tekintetét. Vár egy mosolyra, egy kedves szóra, de az anyja rá se néz, helyette csak a telefonját nyomkodja, a felsőjét igazgatja, magát nézegeti a tükörben. Amíg elhagyják a lakást, míg leérnek a, a, liften, és amíg kimennek a házból, egyszer sem néz a kislányra, nem ér hozzá. Elmentek a parkba, majd amikor visszönnek, ugye megint láthatjuk őket a kamerákon, és teljes érdeklenséget mutat a lánya iránt Nikola, ugyanúgy csak a tükörben bámulja magát a liftben, és nem ér a lányához, nem néz rá. Kéli csak egy sarokban áll, és többször felnéz az anyjára. Ez az utolsó videó, amit rögzítettek a kislányról. Ezután már csak azt tudjuk, hogy Nikola felhívja a rendőrséget, azok kimennek a lakásba, és megtalálják a kislány holttestét. A kislány egészséges volt, és külső sérülések nyomait látták, tehát egyetlenül volt, hogy nem természetes halála halt meg a kislány, ezért elkezdtek nyomozni. Az anya a szabadlábon volt, ugyanúgy élte az életét, és készítette a videókat a TikTokra. Eleinte sírt a TikTok videóiban, az egyik videóiban az anyától, meg az apjától kért bocsánatot, hogy, hogy ezt a szülőséget, ezt a felelősséget, ezt elrontotta, egy másikban a lányáról készült fényképen sírós hangulatjeleket rakott ki, meg ilyen kis angyalkákat, amiben gyászolja a kislányát. És alig egy hónappal később már ugyanúgy táncolós videókat tett közzé, most már a lánya nélkül, azzal a szövegel, hogy őt kikapcsolja a tánc, mosolygós emojikkal hogy ő neki erre szüksége van, és hogy ez neki milyen jót tesz, majd jött egy uh, körönfestegetős újabb TikTok videó, amiben az, arról beszél, hogy ez neki mennyire jó, hogy magával kell törődni, és akkor ugye ezt őt kikapcsolja. Ezek az utolsó videók, ami a TikTokra kikerültek tőle. Egyre több bizonyíték jött az anya ellen, és le is tartóztatták mind őt, mind a szeretőjét. Andrew Smith ügyész a bíróságon a tárgyalás kezdetén megnyitotta az ügyet. Azzal nyitott, hogy a vádirat szerint a kislány halálát az okozta, hogy súlyos sérüléseket szenvedett mind a melkasán és mind a hasán. Egy szándékos támadás akkor történt, amikor mindkét vádlott együtt volt Kéli csédennel. De semmelyik nem vallotta be, hogy ő tette volna a gyilkosságot. Mind a ketten egymásra mutogattak, pedig előtte még ö, szeretők voltak. De a bíróságon már egymásra mutogattak, hogy a másik hajtotta végre a gyilkosságot. Egy kicsit beszéljünk az anyáról. Kélit boldog gyereknek nevezték a bíróságon, bár az esküdteknek azt mondták, hogy az Anya Nikolát többször is megütötte a kislányt, és kibaszott vásott kölyöknek nevezte. A szomszédok többször is hallották, hogy a kislánya félelemtől sír. Nikolának erre az volt a reakciója, hogy felhangosította a zenét. Azt is hallották, hogy az anya sokszor kiabált Kélinnel, a kislánya olyan megjegyzéseket is tett, hogy fogd be, menj el, hagyj békén, soha semmi pozitívumot vagy kedveset nem mondott a lányának. Az orvosi vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a kisgyermek a halál előtti hetekben rúgásokkal, ütésekkel megegyező sérüléseket szenvedett, beleértve a bordatörést, az alsó lábtörést és a szegcsony törését. Ezt a Birmingham koronabíróság mondta ki. Egy alkalommal az egyik szomszéd emlékezett arra, hogy hallott egy dörömbölést, majd is hírt. Majd azt hallott, hogy hogy az anya Nikola azt mondja, csak azt mondom majd, hogy leesett az ájról. Tehát valószínűleg ott is megvette, és a kifogás az annyi, hogy leesett az ájról. Erre több nyom került elő, mind az anya, mind a szerető ellen. Egy szöveges üzenetváltásban, 2020. július 24-én, néhány nappal Kéli halál előtt, Nikola azt mondta Redfordnek, a szeretőjének, Megölöm őt folyton elhagyja a nappalit, vagy a konyhába megy. Megütöttem, és azért is megütöttem, mert belekakilt a pelenkájába. Redfan azt mondta, jó, adj neki egyet tőlem is. Nikola azt válaszolta, megteszem, kicsim. Három nappal később Redfan üzenetet küldött Nikolának, mondván, Tastál távol tőlem azt a kis csajt, rosszul leszek a lánytól. Az ügyészek szerint az üzenetek képet festettek, Nikola és Redfern hozzáállásáról a kislányhoz. A birmingham korona koronabíróságnak azt a videót is bemutatták, amelyen Priest táncol a szobája körül, TikTok videókat, énekelget, 45 nappal a lánya halála után. Az esküszék azt is hallotta, hogy a gyermek már meghalt, mielőtt az édesanyja hívta volna a rendőrséget. Mivel Nikola is a 22 éves szeretője egymást Vádolták a tárgyalás során a gyerek halálában, ezért euh, még több tanútt hallgattak, például Andrew Redfern, a szeretőnek az, az édesapját, aki gonosz anyának minősítette Nikolát. Azt mondta, nem érdemel gyereket. Azt is mondta, hogy Nikola félrevezette a fiát. Az apa, Andrew Redfern azt is mondta, hogy neki gonosz, a ház előtt dohányzott és kéli pelenkáját cserélni kellett volna. Erre az anya azt mondta, maradhatsz benne. Ez volt a hozzáállása. Nem jött be a házba, hogy elvigye a vécre a kislányt, vagy átpelenkázza, csak tovább cigizett a ház előtt. A fiáról azt tanította az apa, hogy ebbe a kapcsolatba csak úgy belekezdett, nem volt nagyobb célja ezzel, csak azért volt a nővel, hogy a nap végén szexelhessen vele. A párost elítélő bíró Mr. Foxton azt mondta, augusztus 8-án este Redfern elment Nikola lakásába. Kélit este 19 óra körül lefektették aludni. A pár pedig elvonult a hálószobába szexelni. Kéli, mint sok vele egy idős gyermek, ő sem akart lefeküdni, hanem fent akart maradni és játszani. Nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy ezután mi történt. Egy gyors hívás megmenthette volna Kéli életét. Az utolag feltárt bizonyítókból tudjuk, hogy Kéli az éjszaka folyamán többször is rosszul volt, hányt a súlyos verés következtében. A támadás által okozott sérülések súlyossága alapján egyetemi, hogy komoly kárt akartak okozni. A sérüléseket heves támadás okozta. A szakértők a sérüléseket a kislányon olyan gyermekhez hasonlították, aki 40 km per óra sebességgel ütközött egy autóhoz, vagy ahhoz, hogy három emeletet leesett egy betonpadlóra. A 23 éves Nikola Priest 15 év börtönbüntetésre ítélték emberülés miatt, miután Kelly jade Melkasi és hasi sérülésekkel holtan találták birmingham lakásában. A barátja Callum 22 éves, szintén 14 év börtönbüntetésre ítélték emberülés miatt, és három évre szóló börtönbüntetés kapott még gyermekbántalmazás miatt. Azt hiszem, sajnos soha nem fogunk teljesen megtudni mindent, hogy mi történt Soha nem fogunk teljes képet kapni, mivel egyikük sem ismerte el a saját felelősségét.